Hát én meg is álmodtam, hogy meg fog halni. Azelőtt egy nappal mondtam, hogy mondom, ne menjünk, mondom, valami bajunk lesz, valamelyikünk lesz. Szóval menjünk vasárnap, akkor már jó sok vasat gyűjtöttünk, mondom, levisszünk, azt akkor lesz pénz is. Szóval menjünk, pénzt hozzunk hozzá. Bement a vasalá, mondom, ne menjél be, mondom, valami bajod lesz. De hát, elszakadt az egész hely. Is. Az egész minden leszakadt. És akkor mit csináltál? Semmit, hát szóltam a többieknek, hogy hívnak egy mentőt, meg ilyeneket. Tudod? Nem is tudtak kiszedni el valami. Hát ki tudtuk volna szedni, csak én nem akartam hozzá nyújni, de a két testvére nagyobbik, egy 20 éves, meg egy 19 éves, kihúzták, hozzakadt az egész bele. Ha nem, nem húzták volna onnan ebből a hegyből ki, élt is volna. Aha. Mentők mi, mennyire öltetek? Két óra szaladt. Két óra? Hát addigra meghalt már? Telefonáltak vagy 20-25-en, utána én szaladtam le. Gyalog. Mire kiért a mentő, ma meghalt, vagy akkor még élt? Akkor még élt, azt kiabált, hogy menjünk be a gyárba vasat lopni. Szegényke. Meg sajnáltam, hogy szívem leszakadt egyben. Jó estét kívánok! Agyonlőttek egy férfit és 4 éves fiát Tatárszentgyörgyön, akkor, amikor égő házukból menekültek. A rendőrök eddig nem találtak olyan nyomot, amely arra utalna, hogy az éjszakai támadásnak etnikai indítéka lenne. Lelőttek egy roma férfit tegnap este Tiszalökön. Az 54 éves férfi éppen munkába indult, amikor a háza közelében rálőttek. Hétfőre virradóra a Borsod megyei településen molotov koktélt dobtak és rálőttek két házra. A 43 éves férfit és a 40 éves nőt akkor lőtték le, amikor menekülni próbáltak a kigyulladt házból. Újabb halálos merényletet követtek el rómák ellen, ezúttal a Szabolcs megyei Kislétán. Ismeretlenek otthonában agyonlőttek egy 45 éves alvó asszonyt, 13 éves lányát pedig súlyosan megsebesítették. Ez sorozatban már a 9. ilyen támadás és a 6. halott. Péterrel a tatárszentgyörgyi gyilkosság után a virasztáson találkoztunk. Itt kezdődött az első közös munkánk, teljesen magán alapon elkezdtünk buszokat szervezni, támogatót keresni hozzá, hogy minél többen le tudjanak jönni. 2-3-4 ezeren lehettek a temetésen. Ez is volt a célunk, hogy legyenek sokan. Ami akkor így nem csak a Péterrel ketten, mások is segítettek ebbe, többen összehoztunk, az ott lehetett, aki ott volt, az látta, hogy mit jelentett azoknak az embereknek, és aztán jobban lettünk a családdal, akik elvesztették a fiúkat meg az unokájukat, és ezt ők is visszaigazolták, hogy ez nagyon fontos volt nekik. Akkor onnantól kezdve elég sűrűn elkezdtünk Ózdra járni, illetve akkor elkezdtek jönni az ügyek, szinte maguktól. Tíz 15 településen jártunk nagyjából, ugye Tatárszentgyörgyel kezdődött az egész történet. Operatőr az nagyjából egy hónapja jár velünk, tehát azóta vannak dokumentálva is így, ilyen értelemben az esetek. Takta Harkány, Takta Szada, Ózdon belül Hétestelep, Sajóvárkony, Somsáj bánya, bánszállás, van, ahol éppen közmunkásokkal beszélgettünk és készítettünk interjút, van, ahol a telep lakóival, van, ahol a rendőri ellátásról, van, ahol faluőrrel. Az első konkrétum az Ózon a Hétestelep volt, ahol a Péter már előtte járt a Bódis Krisztával. Ugye itt ott járunk, hogy a tatárszentgyörgyi gyilkosság már megtörtént, az volt, ami leginkább fölkorbácsolta ugye a kedélyeket, mert értem, hogy az előző gyilkosságokról, mintha nem is vettünk volna tudomást társadalmi értelemben, de hát a romáknál is ez így ment, hogy akkor kezdtek el igazán és nagyon félni, hétesen is. Nem csak itt, hanem korábban más romákat ért támadásokkor is egy fekete terepjáróról beszéltek a szemtanúk. A most lelőtt férfi is a település egyik szélső házában lakott. Itt is van egy út befele, azt még itt is be van vágva egy kocsi út. Itt is be tudok jönni, bármi kocsi. Itt van bent. Ez egy út. Ez az út. Ez? Igen. Innen falksukból is be tudnak jönni. Gyalog. Meg kocsival is. Hát itt hogy jönne? Hogy ne jönne már be? Nézzék már feljebb az utat, hogy milyen jó. Lássa, jeep nekem semmi ez itt a kis bucka. Amíg ladával itt mentünk ki.
Május 1-én az történt, hogy azt látta két asszony, akik kint voltak a házak mellett éjjel 11:30-12 környékén, hogy egy fekete terápiára megáll a telepen. Ugyanilyen volt, ott hozzánk, fordult meg. Majdnem ugyanilyen volt. Tiszta ugyanez volt, csak ő is. Még sötétebb volt, szabad. A Zsák utcán belül a házak közé bekanyarodott ez az autó, és ott áll. De lényeg, hogy oda mennek hozzá megkérdezni, hogy mégis mit akar, amikor is anélkül, hogy tudnának bármit, fölhúzott ablakok, sötétette vüvei, padlógáztat, és elhúz, és megáll 100 méterrel arrébb, még mindig a telepen ugyanez a terepjár. És akkor mennek oda, itt már egy kicsit feszült idegállapotban, hogy mi történik, és akkor odaérnek hozzá 10-20 méterre, akkor hallanak két durranást, amit ők puskalövésnek írnak le, vagy pisztolylövésnek. Én el tudtam képzelni azt, hogy petárda durrant is ült, azt is el tudtam képzelni, hogy semmi, csak egyszerűen a félelem szül ilyen helyzeteket és ilyen dolgokat, hogy ők így hallják, de azon teljesen lényegtelen a történet szempontjából. A lényeg, hogy nagyon megijednek, elkezdenek sikongatni, és kiözönlik 150-200 helyi lakos a házak elé és az útra. Közben a terepjáró elhúz, és hogy most itt mi lesz, és azonnal hívják a rendőrséget. Ugye a terepjáró már elment, közben ők látják, hogy megint egy zöld Skoda, tehát mondjuk kevésé lehet összetéveszteni egy terepjáróval, aki hazahoz egy helyi lányt, akit ők is ismerek, tudják, hogy ez egy 60 éves fickó, minden nap ő hozza haza, őt hagyják is, már Skoda fordul ki, de ugye ebbe a Zsák utcába akkor fordul be a rendőrautó, aki mint 5 percre a riasztás után megérkezik, szembe találja magát ezzel a Skodával, és mögötte 150 emberrel, akik jönnek a rendőrautó elé, mert hogy segítséget hívtak, és várják, hogy védjék meg őket. Tehát, és jönnek, a rendőrök leállítják ezt a Skodát, mert azt hiszik, hogy ezzel van a probléma, jön a 150 ember, és akkor a rendőrök, értem őket is, tehát nem gondolom, hogy elfogulnék emberi értelemben, tökéletesen értem őket, megijednek, hogy úristen, mi van itt, úgy szállnak ki, hogy álljatok meg ott, büdös cigányok, nem lesz itt még egyszer olasz liszka, a kurva anyátokat, őző, mit képzeltek, pisztoly a kézen, ordítás, lögdösödés, és nem tudom mi. Romáknak esélyük nincs elmondani, hogy egyáltalán miért hívták őket. Amikor bementünk a polgármesterhez és a rendőrkapitányhoz, és elmondtuk ezt az ötletet, láttam a személyen, hogy akkor esik le neki, hogy basszus, tehát hogy itt lehet, hogy ők is valamiféle prekoncepcióban élnek, és nem gondolnak arra, hogy esélyét nem adják meg ezeknek az embereknek, és azt mondják, hogy mert ezek hazudnak, hogy ez az alaphozzáállás. Tehát, hogy itt jött be a mediáció, mint ötlet. Tehát ez kívül egy annyira egyértelmű félreértés. Téves riasztásért, botok, és nem tudom mik voltak ott, amit fegyvernek minősítettek. Tehát abból egy csomó ilyen eljárás elindult, és akkor erre érkeztünk mi meg. Pelle Andrea jött levelünk, a TASZ ügyvivője, aki által 27-es telepi roma megtette a panaszát a rendőrségi intézkedéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag egy folyamatos kapcsolat alakult ki, minden jogügyben fordultunk a TASZ-hoz. Nálunk ez az alapkitűzés volt, vagy a célkitűzésünkben az egyik legfontosabb szempont, hogy senkinek a problémáját nem akarjuk megoldani. Nem vagyunk képesek rá, nem tudjuk, hogy hogyan lehetséges egyáltalán. Amit mi nyújtani tudunk, az, hogy az ő probléma megoldásukat segítsük eszközökkel. Hétesről azt kell tudni, ez máskor is lényeges lesz más történek esetében is, hogy gyakorlatilag Zsák utca Ózd mellett egy utca vezet föl a Kóhóhoz, aminek a szélén vannak a régi gyári lakások, vagy gyári munkásoknak a házai, és a végén a Kóhó, ahol két biztonsági őr teljesítmény szolgálatot őrzik a Kóhó területén a salakot. Mindenki tudja a számunkat hétesen például. Bárkinek bármi bajon hív, a legapró cseprőbb emberi, hogy mondjam, dolgokig egészen odáig, hogy pisztolyt fognak a 9 hónapos terhes asszonyra. Arra ugrottam ki az ágyból, hogy úgy kiabált nekik, hogy büdös cigány a pálon megdugdott, hogy miért nem fogáltak meg a kutyát? Már az egyik nő, a sógornője ment volna WC-re, jött felfelé a biztonsági őr, tudod? Kihúzta a pisztolyt, és akkor úgy tett, hogy hát azon lövi az egész cigány. Miért nem kötik a kutyát, majd jön, hogy ez így? Miért rántott fegyvert az alatt? Nem tudom, mert állítólag a kutya megtámadta. Kijön a rendőr, aki azt mondja, hogy meghallgatja ezt a történetet a 6 embertől, majd utána azt mondja, hogy jó, mindjárt megnézzük, és fölhajtanak a rendőrautóval a Kohó irányába, majd 4 perc múlva jönnek le, és elhúz a rendőrautó. Reggel 6-kor csörög a telefonom, elmondja a történetet Nyuszi egészen addig a pontig, hogy rendőrt hívtak, pont most van itt a rendőr, és veszi fel a jegyzőkönyvet valamit, majd leértünk délben Ózdra. Jön velem Nyuszi, bemegyünk együtt a rendőrségre. Voltunk már a rendőrkapitánynál, ezért megismertem, és pont el tudtam kapni a lépcsőfordulóban, hogy ugyan mondja már meg, hogy hol tart az ügy, és akkor a kapitány azt mondja, hogy hát ez Vaklárma volt.
rám tartott a pisztoly, mondom, akkor húzd meg a ravaszt, mondom, akkor lőjél le. Milyen messze volt ez a pisztolytól? Kávé így. Hogy attól vaklárma, mert nem találták meg a fegyvert, mert ez nekem így nem áll meg, de akkor hol a jegyzőkönyv? Tehát, hogy akkor nézzük meg, amit... Ja, jó, akkor majd kiküldünk a járőröket. Mellénk, mint egy istápolást igénylő jogvédő, ugye, hogy a rendőröknek gyakorlatilag velünk kell foglalkozni, mi lássuk, hogy milyen szépen veszik fel a jegyzőkönyvet, és hogy kísérjük végig, ezért rögzítjük végig kamerával. Ott jó! Ott volt! Az mondta nekem, hogy te büdös cigány, fogd meg a kutyát, mert vele együtt fejbe lőttek, és a pisztolyt húzta fel, tök volna felén, csak én beszaladtam a házba. Hogy a kurva cigányok meghaltak büdösek. Ezt itt kiabálta? Igen. Most itt kiabálta vagy ott? Ott is kiabált, még itt is kiabált. Az ember? Igen. Láttuk heten. Heten volt. De ön kérdezem, hogy nézett ki? Látta-e? Hogy ne láttam volna? Hát én fejemhez tartott a pisztoly. Így a pisztolyjal itt hadonászott. Ami mire a kis tartotta? Társadott, igen. Pont a kanyarban. Jó, ugrottam az abban. Ezen a hózó. Igen, azon ugrottam ki. Ha kis fekete, ekkora lehetett. Kis fekete fegyver. Pici. Fordultáros? Hát fogalmam, hát hol értek én a fegyverhez? Fordultáros vagy rúgtáros? Hát szerintem az rúgtáros volt, nem forgótáros. Csak nem a ruháját nézem, úgyhogy van öltözve. De most akkor magukra fogta, vagy hadonászta? Hát már ránk fogta. A fiam egyszerűen rá tartotta. Fiára? Őre, a gyuszikámra. De akkor magára? Hát utána meg így hadonászott veleje. Azt mondja, mit kell, az a mindjárt fejbe lőle. A fiamnak. Ezt még nem lehet elhinni. Elviszem, adni, na. Azval az egy szóval, hogy mondta bátyám, hogy hívjátok a rendőröket, akkor ő már elsétált arra felfele. Mobilról hívtaik? Így van. 20-as. Ott a kollégájának egy sárga hátitáska volt rajta, annak átadta a pisztolyt, beletette a hátitáskába a pisztolyt, és ők ebben elmentek. 2,5 órán keresztül veszik fel a jegyzőkönyvet magáról erről az eseményről a 6 emberrel. Na most itt megkérdezem attól a 2 rendőrtől, hogy ugye mit csinálnak most? Tehát, hogy hát, hogy jegyzőkönyvet veszünk föl, majd a kapitányok külön kérte. De mondom, mit csináltak reggel? Ha most veszik fel, akkor abból számomra azt következik, hogy reggel leszarták, hogy ezek az emberek bejelentenek egy, én azt gondolom, hogy durva valamit. Most képzelj el, a fordítva sülne el a dolog, hogy én nekem lenne egy olyan akármilyen puskám, vagy mi neki van, azt akkor elkezdenék így hadarázni vele, bejelentenének, kigyönnének a járőrök, megvernének úgy, hogy szarnék húgyozni. Egyet mondjam meg nekem, hogy 7-es útján mikor vert meg rendőr valaki. Attól félten, majd a rendőrkapitány különkérésnek megfelelően fölkísérjük a járőröket a telephez is, ahol ők újra megvizsgálják a biztonsági őröket, ha persze mi nem mehetünk be, de hogy megvizsgálják újra a biztonsági őröket, hogy van-e náluk fegyver, ahol érdekes módon megint nem találnak fegyvert. Pont itt jön a TASZ szerepe, hogy azt beszéltük, ha itt a rendőrség nem jár, akkor utána magánvádás eljárás keretén belül neki megyünk ennek a történetnek szintén, mert hogy ilyen ne fordulhasson elő emberekkel. A legaktívabb tevékenység az pillanatilag Ózd, illetve Sajók az, ahol nem is a mi tevékenységünk a legfontosabb, hanem Derlák Tiborék csinálják az iskolát, ott mi kifejezetten tanulni mentünk, hogy a közösség szervezés hogy működhet. Ritka, Magyarországon nagyon ritka, hogy van egy alulról építkező közösségi kezdeményezés, egy ilyen kvázi mozgalmi szerveződés. Amikor először ott voltunk és az asszonycsoport munkáját néztük, akkor levetítettek egy projektorral egy bemutatkozó anyagot, mert Igricen jártak megnézni az ottani Uborka telepet, ahol TSZ-be szerveződtek a romák, és hogy hoztak mintát, tehát mondjuk azt, hogy ők is mentek tanulni. Asztma, szív problémák, tüdőbetegség, daganatos betegségek, ezek jellemzően. És azon gondolkoztunk, amikor ezt írtuk, hogy miért van az, hogy csak a Sólyom telepen, hát ott van mellettünk a bánya, a szeméttelep, maga a szegfű virágút, az ott élsz. Alapból szemettelepre épült. Hogy ezek a sólyomtelepre jelent. Ez inkább a sólyomtelep, az a tüdőbetegség, vérnyomás, és akkor betegségekhez mind oda jellemző. És akkor felvetettük a jegyzőnek, azt mondta, hogy ez nagy hülyeség. Én azt gondoltam, hogy van egy csomó olyan barátom, ismerősöm, aki nyitott lenne arra, hogy meghallgass, hogy élnek emberek ott, és akárha erről hal, már tud róla, biztos vagyok benne, hogy támogatná is, mert nem összeg egyszerűen az a pénz, amiről beszélünk. De azt beszéltük meg, hogy ez egy sorozat lesz, meg akarjuk ismertetni az ő életüket, munkájukat, tevékenységüket, terveiket, és amennyiben tudjuk, támogassuk is őket. A szükséges szerintem egy saját játszótérben. Egy játszótérben. Az ember. Rengeteg a gyerek, hogy a szest nincs olyan világ. Valami játszótér, szerintem, hogy meg lehet csinálni. Beszélj, Krisztelj! Rakod vissza!
kijátszanak a gyerekek. Bánya mozgó az egy volt mozi épület, aminek már olyan másfél fala nincsen meg, de jó, erős a fal, lehet hozzárogni a labdát, csak ott játszanak a gyerekek. Az az egyetlen játszási lehetőség, ugye? Mi, amikor mi ide jöttünk ebbe a faluba, mi azt a bánya mozgót meg akartam venni konkrétan, csak a hely miatt, hogy oda lehessen egy iskola épületet megalkotni, nem adták el nekünk a faluba. És ki is derült, hogy annak az egy épületnek, ha jól tudom, 36 tulajdonosa van. Balatonra. Igen? Igen. Kivel mentek? Ha lejön a balatonos kocsi. Nagyon sok mindent soroltatok fel a célok között, szerintem abból három dolgot ki kéne választani, a legfontosabb és leginkább hiányosságokkal terhelt, tehát mondjuk amihez pénz kell leginkább, szóval körülbelül az ebben a festése, azt gondolom, hogy ez inkább egy önkormányzati feladat és a lobby részét kéne, és én nem erre a támogatókat behozni. Ha volna olyan adományozó, aki adományozna két darab nagyon-nagyon jó angol tanárnak a bérére, akkor az jó. Na, akkor az nagyon nagy segítség. Az érdekérvényesítés erősítése, amit ti így is úgy is tesztek egyébként azzal, hogy bejártok az önkormányzatokra, ülésekre, meg hogy egyáltalán kézben tartjátok ezt a dolgot, szerintem az ehhez való eszközöket azt én nem hagynám ki. Tehát mondjuk, hogy egy kamerát biztosítsanak, hogy az önkormányzati ülésen a nyílt ülést föl lehessen venni és rögzíteni és föltölteni a netre. Valami társadalomtudomány, mint olyan. Ugye? Mert ez nagyon fontos, mert ahhoz, hogy mi akcióhoz tudjunk, ahhoz, hogy gyerekeket tudjunk képviselni, ahhoz egy csomó mindent tudni kell. Mondjuk, ha ilyen ember le tudna jönni rendszerességre az asszonyoknak ezeket és az asszonyokat tanítani erre. Jogi képzés. Akár, vagy mit jelent az a Jobbik? Érted, most pont ott álltunk meg, ebben a faluban 36%-on van a Jobbik, azért 33, ez elég súlyos szerintem, és az asszonyok mondták mindenkinek, hogy ők nem mentek el szavazni, mert nem szólt nekik senki. Ugye? De ha el, és jó, hogy nem mentek el, mert ha elmentünk volna, akkor Jobbikra szavazom, hát, mert ők a Jobbik. Mert azt még előbb az érted, én hogy fogok majd a választásokra tükörbe nézni, amikor én eltöltöttem itt 3 vagy 4 évet, és akkor az asszonyaink a Jobbikra szavaznak. Ha ilyen emberek lennek, a pártunkat elmagyaráznak, mi az, hogy választás? Kötelező vagy nem kötelező? Miért pont érted? Nem, te voltál? Voltam már Balatonon. Ja, a Quaker gyülekezet Pesten kapott egy adományt, és így azt gondolták, hogy akkor 1000 eurót felajánlják nekünk, hogy akkor ezt a virág és a szegfutat csináljuk meg. És hát az önkormányzat rakott hozzá állítólag 2000 forintot, és akkor így csinálták ezt a kövezett utat, illetve ezt az árkot. De azt mondják, hogy ez az út, meg a másik úton is ugyanilyen az út, azt mondták, hogy ez ilyen 1 millió forintba került. És akkor meghallottam azt, hogy igazából itt arról van szó az ő világukban, hogy attól félnek, hogy elviszi a gyámügy mondjuk a gyereküket, mert nem rendesen néz ki a ház. Mert hogy nem megfelül egy kiskorú számra, és kiskorú veszélyeztetése okán egyrészt pénzbírságot fizetnek folyamatosan, mindenki szinte. Másrészt konkrét veszélye az, hogy oda jön a gyámügy, és azt mondja, hogy ja, itt bogarak vannak, és egyébként is hogy néz ki ez a fal, és elviszi a gyereket a szülőktől. És amikor ezt mondták, hogy szeretnének ezért a legrászorultabban felújítani a házat, ami önerőből történik, összeállnak 10-15-en, ki mit ért hozzá, az beleadja a szaktudását, de hogy anyagköltség egyszerűen kell. Számoltak, osztottak, szoroztak, és azt mondták, hogy hát egy olyan 30-40 ezer forint kell egy házhoz. És akkor egy pillanat így összeszorult a gyomrom, hogy tehát, hogy így tényleg, csak így belegondolok, hogy Pesten mondjuk ennyi pénzt egy cégvezető eltaxizik egy nap. Szeptember 4-én pénteken voltunk fent Budapesten. 6 órától volt egy ilyen bemutatkozó estünk, ahol aminek a fő cég az ebből az adományszerzés volt. 3 asszonytag adott elő, körülbelül 20-30 ember vett részt ezen az előadáson, és hát ilyen 104.300 forintot gyűjtettünk össze, amelyet az asszonyok főként házak festésére szeretnének felhasználni. Arra kell valamilyen adományt szerezni, mit tudom én, 3 hónapon keresztül, vagy fél éven keresztül legyen 2-3 olyan asszony, aki megtudja, kik a mi diákjaink, és odafigyelnek rá, hogy ténylegesen eljutnak-e minden áldott nap az iskolába. Ugyanis,
Ugye elindult egy olyan folyamat most a faluban, hogy a jegyző nagyon betartja a törvényeket, ami annyit jelent, hogy mihelyt nem jár be a gyerek, és igazatlan hiányzások vannak, nem büntetések járnak, eleinte még egy 20-30 ezer forintos büntetések, most már börtönbüntetések vannak, és már vannak kis szabad konkrét börtönbüntetések, amit a gyerekek nem jönnek iskolába. Kiderült ott számunkra egy ilyen beszélgetésben, hogy van ilyen Magyarországon, hogy kiskorú veszélyeztetése címén mindkét szülőt elviszik a 6 gyerek feje fölül azért, mert kettő nem jár iskolába. 10-10 hónap börtön kapott egy sajókazai szülőpár, mert két gyerekük keveset járt iskolába, vagy éppen alig. A társaság a szabadság jogokért ügyvédje kegyelmi kérvényt írt a köztársasági elnöknek. Egy ilyen kegyelmi kérvény igen lassan jut el a feladótól a köztársasági elnökig. 8-10 hónapba is beletelhet. Majdnem ennyi a szülők büntetése. Igaz, addig az igazságügyi miniszter felfüggeszthetni a büntetést. Igazgató, privát véleményére lennék kíváncsi. Ugye a szülőket most 10-10 hónap börtönre ítélték. Ön szerint egyébként ebben az esetben, ebben az ügyben ez a legjobb megoldás a helyzet kezelésére? Hogy mi a megoldás, én nem tudom megmondani. Én azt tudom mondani, hogy mióta világban világűrt tankötelezettség van, iskolába járni kell. A jogállamban élünk. Vannak jogok és kötelességek, és én úgy gondolom, hogy a kötelezettségeit mindenkinek teljesíteni kell. Felmerült az, hogy atrocitás éri őket, vagy érte őket. Az igazgató úr, ugye most az előző percekben ez határozottan cáfolta és kikérte magának. Meg is értem, és nem is gondolom, hogy ez feltétlenül kizárólag az iskola felelőssége. Azt lehet vizsgálni, hogy kellő számban megfelelően próbálták felmérni, hogy miért nem járnak be, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényege. Ki kéne dolgozni egy olyan rendszert állami szinten, amikor nem a börtönnel fenyegetjük. Itt ugyanis a büntetés maga az még durvább eredményt hoz, mint maga az, amire az ítéletet hoz. Az igazgató meg azt mondja, hogy tankötelezettség van, ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell Magyarországon. Egyet is értek az igazgató úrral. Tankötelezettség van, ehhez alkalmazkodni kell, és ha mégsem alkalmazkodik valaki, akkor kellene találni egy olyan megoldást, amivel nem további embereket, további gyerekeket sújtunk. Egyelőre nem kell börtönbe vonulnia annak az anyának, akit azért ítéltek letöltendő börtönbüntetésre, mert a gyerekei nem jártak iskolába, így döntött az igazságügyi miniszter. Az apa viszont nem kapott halasztást. A 6 gyerekes sajókazai házaspárnak 10 hónapra kellene börtönbe vonulnia. A társaság a szabadságjogokért kegyelmi kérvénnyel fordult az államfőhöz. Solyom László elnök úrban bízunk, hogy megadja a kegyelmi kérvényt, mert nem gondoljuk, hogy emberi és a törvény eléri a célját, amikor kiskorú veszélyeztetés okán további kiskorúkat veszélyeztet. Itt ugye egy fél éves gyereket választanak az anyukájától, aki még szobjék. Az igazságügyi minisztérium késő délutáni közleménye szerint emberiességi szempontok miatt halasztást adtak az édesanyának. A kegyelmi kérvény elbírálásáig nem kell börtönbe vonulnia. Erről a köztársasági elnök dönt majd, és az igazságügyi miniszternek kell ellenjegyeznie. Eszükbe sem jutott, azt hiszem, az, hogy kegyelmi kérvényt lehet írni a köztársasági elnökhöz. Elfogadják. Tehát a romák jelentős részénél telepeken egyszerűen benne van a pakliban, hogy az életébe börtönbe került. Tehát hogy ez nem egy meglepő dolog, az a szükséges rossz. Tehát az olyan, mint hogy téged is meg fog csípni egyszer egy darázs. Van ilyen. Te is fogsz majd menni börtönbe, mert ez így ilyen az életünk, ez van. Mit mondhatjuk, hogy joggal vagy szabad, csak ez itt nem áll meg. Tehát, hogy egyszerűen... Itt nem, nincsen jelentése annak a szónak, hogy szabadság, és nincsen jelentése annak a szónak, hogy jog. Ezeken a nyomorterepeken szinte mindenkinek, minden családnak rettenetesen sok büntetése van. Nagyon-nagyon sokan ülnek börtönben, azért nem tudják ezeket befizetni, ezeket a büntetéseket. Tehát olyan a helyzet, amúgy is szociálisan nagyon-nagyon rossz helyzetben vannak, de azon, hogy ezen változtassanak, azon, hogy a körülményeken változtassanak, elkezdjenek szerveződni, az érdekeiket elkezdjék hatékonyan képviselni, ahhoz muszáj olyan állapotba kerüljenek, hogy ezt meg tudják tenni, és ezt ilyen nyomás alatt nem tudják megtenni, és büntetik is őket. Tehát olyan módon vannak kiszolgáltatva a magyar igazságszolgáltatásnak, ami egyrészt folyamatosan leterheli az életüket, másrészt pedig... egy folyamatos félelembe, vagy egy stresszbe tartja őket. Tehát olyan sztorikkal találkoztunk, amit én a 10 év szociális munka után, mert én Budapesten dolgoztam, de egy Borsodban olyanokkal találkoztunk, amit én nem hittem el. Ha nem látom a jegyzőkönyvet, vagy a papírt, nem hiszem el. Hogy valakit megbüntetnek rendszeresen, mert kopott a kerékpár gumia, amikor megy dolgozni napszámba valahova. Hogy kimegy a rendőr a gombászó ember után,
ismerik egymást, együtt jártak iskolában, de nincs nála személyi, és megbünteti. És súlyos, nem tudom hány ezer forintokra, 7, 10, 20, mikor, mennyire. Hogy a most télen, amikor mínusz 20 fokok voltak, és ablaktalan, ajtótalan házakba lakó emberek kimentek egy biciklivel, és összeszedtek, mentem velük, láttam, összeszedtek 20 kiló fát. És azért alsó hangon 20 ezer forintot kaptak, az volt a minimum. Láttam olyan jegyzőkönyvet, amiből bele volt írva, hogy 700 kiló fát tolt valaki biciklin, ami fizikai képtelenség. De egy másra meg egy csomagtartó fára nem lehetünk felpakolni. Ha ilyenek bíval jó volt rajta, vagy 40 százal. Már ott, akik ott voltak, mindegyiknek körülbelül annyi lehetett. De még van a volt, amelyiknek nem is volt annyi rajta. Én ezt láttam, az nem volt a másra. Hát össze-vissza jó, az enyém volt olyan 30 kiló. Több tínál. Csak hát itt vannak olyanok, hogy beleérnek egy másra. De csak az ember tudják húzni. Hát addig még nem tudok lépni, amíg ő nem küldi a papírt. Ő nem küldött papírt? Igen, azért is most, hogy most csekkbe kell fizetnem, vagy csekket küld, vagy bélyeget kell venni 15 ezer forintért. Mert van olyan, ha 10 ezer, akkor bélyegre nyomok. Ha nem, akkor itt az önkormányzatnál le kell dolgozni. Én szerintem 1000 forint egy napra. Mert már voltam így. Hogy 5 ezer forintot le kellett mondani dolgozni, akkor 5 napot kellett mondani dolgozni. Hát jobb, mintha kifizetni az ember. Hát inkább akkor a 15 ezer forint inkább a gyerekeknek a cuccokra tenni. Cipőjére, meg erre a ruházatra, vagy füzetrenek, hogy mivel most jön az iskola. És én itt Újhipotvárosban azt élem meg, hogy engem a tizedért nem büntetnek meg. Tehát én valamikor megfogom a nyáron a doboz sörömet, és kisétálok a gyerekemmel a Szent István parkba, és ott megiszom. A hétes telepen ezt nem lehet megcsinálni, mert ha arra megy a rendőr, akkor azonnal megbírságolja, hogy ott a háza előtt iszik, mert az közterület. Kijött a rendőr, felfigyelmeztette őket, hogy izé, vegyék le halkabban a magnót, mert nem akkor nem akarják, hogy másodszorra kijönnek. Kijöttek másodszorra. Akkor kijött, már még lassabban szólt a magnót. Szólt, már halkan szólt a magnót. Kijöttek. Az öcskös mondta, hogy már le van véve főnök halkan a magnót. Azt mondja, miért beszélsz? Azt kérte ilyen gedét, hogy megszólalják. Erre megszólalt, már röjöttek be a hát. Kék zöldre engedték haza. Másnap reggel. De azt még egyedül akarták bevinni a gyereket, direkt csinálta a rendőrökkel az egyik testvére, hogy őt is van bátára csinálta, hogy vigyék őt is vele. Tudják vele vinni, azt még ott is megválték őket, szerencsére fogták. Igenis tudomásul kell venni, hogy van bőrszín alapján való megkülönböztetés, faji megkülönböztetés Magyarországon, ez igenis látható jelenség. Ezekben a falvakban, meg kisvárosokban egy tanár, vagy egy szociális munkás, az egy jó státuszú valaki, fix fizetése van, közalkalmazott. Nem ér jól, meg nem keres sokat, de az egy nagyon fontos dolog azokhoz képest, akiknek ez nincs meg. És ő ennek a rendszernek, és ez túlzás, hogy kasztrendszernek, de mindegy, ennek az apartheid-szerű rétegződésnek az egyik csoportjához tartozik. A családja, a baráti köre, stb. Ő nem fog bizonyos dolgokat megtenni, ami nem tetszést vált ki. Egy borsodi faluban mondjuk elképzelhetetlen már az a szó önmagában, hogy jogvédelem gyakorlatilag értelmét vesztett, hiszen ott vannak a helyi urak, a helyi hatalmasságok, a helyi elit, ami egy 2000-5000 fős településen egy kártyaasztalnál összehozható igazából, és ott nincs jelentősége, hogy ki képvisel vádat és ki a védelmet, mert egyébként barátok a mindennapokban, és ezek a kapcsolatok lényegesen fontosabbak ilyen helyzetekben, mint az, hogy valakit jogsérelemért, és mondjuk jogszerűen kellene eljárni vele szembe. Meggyőződésem, hogy a magyar lakosság jelentős része tisztában lenne ezzel, hogy élnek emberek. Tovább megyek, ha tisztában lenne az, hogy a cigányok így élnek, akkor nem utálná a cigányokat ennyire. Megértené, hogy nincs kiút. Tehát, hogy ezt nagyon sokan nem fogják föl, hanem azt mondják, hogy miért nem dolgoznak, hát tényleg nem akarnak dolgozni. Miért büdös, koszos, fúj, büdös, koszos. És nem mondhatom azt, hogy nem büdös. Csak kíváncsi lenne, ki nem lenne büdös, hogyha egy 1000 fős telepen lakna, és két darab ilyen nyomós kút lenne a vízszolgáltatás. És ez jut az 1000 főre egy telepen valahol középen. Hogy ne lenne büdös a WC-je, amikor kín van a háztól 50 méterre egy ásott budi, ami egyébként, ha kitisztítják, akkor is még szerencséje van, ha jön a szippantós kocsi és kitisztítják, de akkor is a telep mellé valahova leöntik a szart. Olyan elvárásaink vannak, amiknek nem tudjuk a másik oldalát.
Borsod-Nádasdon, ami 7 kilométerre van, mint mondtam, volt egy diszkó, ami működött 8 évig, csődbe ment, majd most átvették roma vállalkozók, akik szerették volna megnyitni végre egy diszkó, ahol egyébként romákat is beengednek, és nem érdekel senkit, hogy milyen ruhában vannak. Mióta Ózdon nincs ez a jam, ez a diszkó, ami nekünk volt. Hát mint cigányoknak. Ott az egy helyre volt, ahol minket szívesen láttak, meg beengedtek. Máshova nem igazán. Elmentünk egy pár szó is a Rióba, azt mondták, hogy nem mehetünk be. Nem kapták meg az engedélyeket, és hát szóban viszont hitegették őket, hogy már mindjárt meg lesz. Így ők be is dőltek ennek, és augusztus 17-ére elkezdték szervezni az első nyitó partit. LL Junior a díszvendég. Nem volt engedélyük még mindig augusztus 17-ére, sem kapták meg. Elindult a buli, és ez este ugye 9-kor nyitott maga a hely, 11 óra 30 perckor lerohanja 30 fő, 30 kommandós a helyet, átkutatva mindenkit és mindent, hogy itt kábítószer ellenőrzés, hogy hangosak, hogy a nem tudom még mik történnek, 3,5 órán keresztül vizsgálják át a bent szórakozó embereket. Nem tudta arra tömeget feloszlatni, a legtöbb leszel, hogy gyalog, hogy megy. A vége az lett ennek a rendőri intézkedésnek, senkit nem büntettek meg, csak a tulajdonosokat 200 000 forintra az önkormányzat, illetve elvitték a diszjokinak a laptopját, aki egyébként bakelitről játszott zeneszámokat, de a díszvendégnek az alap, az MP3-ban, vagy mit tudom én, miben volt meg, tehát az egy, amit találtak a laptopján, mint zeneszám, mert hogy a maha az engedély, és hogy a nem tudom, tehát hogy minden egyes létező formában próbálják kicsinálni őket. Augusztus végével a helyi önkormányzat hozott egy helyi rendeletet, mely szerint a borsod-nádasdi szórakozó helyeknek este 10-kor be kell zárni. Borsod-nádasdon nincsen több szórakozó hely, tehát erről ezt kell tudni, hogy akkor, amikor a rendeletet hozták, akkor éppen egy se volt, tehát hogy a rendelet mint olyan nem tudjuk milyen célt szolgálhatott, hanem azt, hogy ellehetetlenítse ennek a helynek a nyitását, mint nincsen más szórakozója, mint nyitva lenne este 10 után. És hát ekkor hívtak segítségül minket, mert tudták, hogy ott mozgunk. Tehát azt mondtuk, hogy adjuk fel a diszkó ötletét, legyen egy egyesület, ami összefogja ezt az összes tevékenységet, legyen annak a székhelye ez a diszkónak induló valami. Innentől, hogyha ez a székhely az egyesületnek, és itt megtartjuk rendszeresen ezeket a gyűléseket, ahol lehet formálni magát a cigányságot összefogva a magyarokkal, akár hogy hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudnak együtt élni, úgyhogy hogy ez békés legyen és jó, erre baromira alkalmas viszont a hely, és innentől ez akár mehet egy zán és táncos ismerkedő estbe át, mert hogyha megvan egy ilyen gyűlés, akkor az tök hasznos, hogy ezek az emberek a mindennapokban is megismerik egymást, és így jött ennek az ötlete, hogy megalapítottuk ott a Roma Magyar Baráti Társaságot. Roma Magyar Baráti Társaság. Szerintem ez nagyon jó. És mi nem teszünk kivételt, se cigán között, se magyar között. Nálunk mindenki egy. Csak normális legyen. A TASZ ügyvédje, Fazekas Tamás jött le velünk papírokat elkészíteni és elmondani, hogy milyen szabályok, mik hogy vonatkoznak rá. Te benne leszel a Roma Magyar Baráti Társaságban? Hát ezek után, ha már itt vagyok, nem bizből vagyok itt. Majd mindjárt kirakjuk. Nagyon jó lenne, ha nekünk ez a hely még megmaradna egy ideig. Tudnánk valahol kikapcsolódni végül is. Egy héten egyszer. Hát mert sehova nincs lehetőségünk máshova elmenni. Sehova. Most mi nem vagyunk annak, hogy kocsmába járunk. Jó, hogy ez a kocsma, a Nádasdon van kocsma, ahova be lehet menni kikapcsolódni. De biztos, hogy mi nem fogunk oda bemenni kocsmába, mi lányok. Én annyira nem szeretem ez a vizét, dögös Robit, hogy jön, de sokan bejön. De nem ide jöttetek? Dehogy nem. A buliba? Mi nem. Jöttetek? Mi megyünk másfele. Fogalunk. Régebben normális diszkó volt, nem úgy, mint most. Mert most milyen? Hát, halkan mondom, hogy hát roma diszkó lett. Hát nem tudom, itt még nem voltam, mert nem mertem annyira bemenni. Miért? Mitől félsz? Hát, hogy nehogy megbérnek a cigányok.
Megszokták? Hát engem nem, de volt már összetűzésem velük. Borsodnádas dombanak egy páran rám szállva. Aha. És akkor így nem vagyok jó vagyok, és azért nem megyek be. Aha. Meg amúgy sincs pénzem, aha, mert múltkor voltam hozzá, és elköltöttem. Van egy közgyűlés, elnök a rendes titkár. És akkor a közgyűlés meg úgy szavaz, hogy 50% ott van, akkor tudnak dönteni. De vagy, mi van, ugye az a négy, az meg már doktor. És köteles megfizetni használta összefüggő költségeket. Tehát ami abból fakad, hogy ő a székhelyet üzemelteti. Gyere. Romi. Most írják el a papírokat. De a papírok itt vannak, azt meg tudjuk mutatni, ha gondolja. Jó. Legyen szíves ügyvéd. Most írják éppen alá, csak azért az ide vagyok készen. Hozzák a Stamás ügyed, vagy jöjjenek nyugodtan. Tessék parancsolni, akkor rendben. Köszönjük. Megjelenik valahol az arcok felelősséggel fognak tartani. Nem egy ilyen arcvágy. Ezt mondta egy barátom, mondta, hogy egy foci csapatot képzelünk el, valószínűleg itt fordult elő életükbe először, hogy az örök nyertes csapat bukott egyet, és hogy ez egy iszonyú frusztráció lehetett nekik. De most először fordult elő az is valószínűleg, hogy jogszerűen kellett eljárniuk. Tehát az, hogy nincsen rajtuk mondjuk azonosítószám, hogy nem tudod meg, hogy ki intézkedik. Mert most nincsen ügyvéd, nincsen papírok, ilyenek hiába adtam be engedélyt a tanácsnak a rendőrségre is.
akkor mit csináltak volna? Berohantak volna a rendőrök, bejöttek volna, mindenkit kizavartak volna. Ez történt volna. Mert akkor azt mondták, hogy őket ez nem érdekli. Hiába adtam én fogvérbe, igazán? Hiába írtam volna ezt az átbőrrendet. Ez például, én azt gondolom, nekik egy hatalmas siker volt olyan értelemben, hogy most először látták azt, hogy joggal el lehet érni valamit. Szóval nekünk is egy olyan értelemben egy nagyon-nagyon komoly siker volt maga ez a történet így, hogy a bizalmukat elnyerni. Tehát az, hogy látjuk azt, hogy bíznak bennünk. Hozzáteszem, hogy valószínűleg, ha mi nem vagyunk ott, és minden ugyanilyen jogszerűen megvan, akkor nincs esélyünk, tovább megyek. Ami ott vagyunk, de nincs nálunk két kamera, és nem a szájába tartja az operatőrünk a rendőrnek a kamerát, hogy értse, hogy itt egy kamera, valószínűleg akkor mi is más elbánásban részesülünk. Nem tudjátok, hogy ki lehet. Nem, de rendőrséget kihívtam. Kihívtam a rendőrséget. Röhögtek rá itt, azt mondja, hát most mit csinálják vele. Felvették, lefényképezték az adatokat, ismeretlen tettes ellen megtették a feljelentést. Ennyit csináltak. És te mit gondolsz, hogy miért csinálták? Hát, most itt mondják, azért, mert cigányok vagy. Ez a jel szerintem önmaga, ő beszél. Hát ez nem. Ehhez nem kell nagy kommentar. Hát azért csináltak, hogy nem tudtak bezavarni minket. Csak azért lehet. De most már azért jobb, mert azért bátrabbak vagyunk mi is azért. Jövő naptól meg már úgy csináljuk, hogy nem is lesz diszkó felirat, csak is. Akkor ha jön a grafik, akkor az el is tűnt, és akkor annyi lesz kiírva, hogy Roma Magyar Bara Egyesület az lesz kiírva. Mondom, hogy lesz még ennek folytatása, meg fogják próbálni ezt a dolgot megakadályozni. Hát itt tudok visszautalni arra, tehát a felelősségre. Tehát ha mi most többet nem mennénk oda, és többet nem, akkor lehet, hogy csak fölpiszkáltunk valami. Egyébként a hétes telepen ez meg is fogalmazódott. Tehát amikor a panasz föl lett véve, és akkor utána másfél hétig nem tudtunk menni, akkor megfogalmazták az emberek, hogy akkor inkább ne csináljuk, mert ez rajtuk csattan. És azóta kezdenek el megnyugodni, amióta látják, hogy minimum egy héten egyszer, de inkább többször ott vagyunk, és ha hívnak minket, akkor meg azonnal megyünk. Úgyhogy és ezt szeretnénk még intenzívebbé tenni. Szeretnénk ott egy bázist kialakítani. Tehát, hogy ott Ózdon legyen egy bázisunk, irodával, esetleg ahol meg tudunk szállni, hogy tudjunk ott aludni. Közösségi teret akarunk, hogy nem mindent ott az úti utcákon beszéljünk meg, vagy egy nappaliba, hanem hogyha 5-6-10 emberbe össze akar ülni és beszélgetni, akkor úgyis ez a mi tervünk, hogy ezt kérjük a mi szolgáltatásainkért, vagy nem tudom miért, cserébe egyetlen egy dolgot szeretnénk kérni, hogy egy adott közösség, például a hétesiek időközönként beszéljék át a dolgaikat. Ha már ezt megcsinálják, akkor az már nagyon biztató. Én azt gondolom, hogy kitartó és hosszú munkával, és itt jön be az, hogy miért szükséges az, hogy legyünk még, és ez minél inkább hálózat legyen, hogy tudjunk egymás ügyeiről, hogy a hasonló, hogy mondjam, atrocitások híre az terjedjen el, hogy ezt nem lehet megcsinálni bárhol. Tehát azt gondolom, hogy hat az, hogy hallottam polgármestert, aki azt mondta, hogy nekik az a céljuk igazából, hogy a cigányoknak itt ne legyen jó. Ne legyen jó, mert hogyha nekik itt jó, akkor többen lesznek. Ha többen lesznek, akkor máshonnan is ide fognak jönni a cigányok, és akkor ők mit kezdenek velük? Tehát inkább üzenjük azt, hogy a cigányoknak itt baromi rossz. Itt legyen nekik még rosszabb, mint amennyire rossz most, mert akkor el fognak menni innen, és nem jön ide a többi. Ezért biztos, hogy nincsen romák lakta a település részén semmilyen fejlesztés, de még karbantartás sem, tehát hogy semmi infrastruktúra a csatornától a vízhálózatig, az úttól a nem tudom, közvilágításig, semmi, és ez az üzenet. Ezek a technikák nyilván egy polgármester találkozón, vagy nem tudom mi, tevődnek át. Na ugyanezt akarjuk visszafordítani, hogy tevődjön az is, hogy meg tudunk jelenni ott, és ezek az emberek érvényesítenek a jogaikat. Ennek a munkának azért az lesz az eredménye, azokon a területeken, ahol már sokat voltunk és sokat dolgoztunk együtt, hogy beindul az a folyamat, amitől nekünk egyre kevesebb dolgunk lesz ott. Itt élt el az életet, itt él köztünk. Amik olyan rossz cigányok lennénk meg, ahogy minket hirdetnek, élne köztünk egy ilyen magyar asszony, mert maradna? Ki
18 éves voltam, hogy ide jöttem, most meg már 97 elmúltam. Dantisztelete van itt hétesben. Nem bánt engem még az ilyen gyerek se. Csókolgassák, oda mennek, vizet hordonak neked. Én se bántok, senki se, engem se bánt. Ha meg bántanék, okkal bántanának egyet. Akkor se szólnak, de nem szólnak meg állnak. Nem is bántsák. Hát... Nem bánt engem senki se. Hát oda ez egy, aki kitart a cigányok mellett, egy öreg asszony. Igen, sajnos sima bánt. Egy Isten teremtett bennünket. Csak a nép az osztott el, hogy te cigán vagy, te magyar vagy.